Hazánkban átlagosan minden családban van két mobiltelefon, a legkülönfélébb készülékeket használja a lakosság. A legtöbbeknek már okostelefonjuk van, melyek a hívás és üzenetküldés mellett az elsődleges információforrások. A mobil internetezésre alkalmas 4G-s eszközökön kívül azonban még 2 és 3G-s telefonok is használatban vannak. Ezeket lehet lecserélni. Van még a családunkban, aki kicsit óckodik ettől a dologtól, de nagyon szeretnénk végre rábeszélni és lecseréljük. A médiában olvastam erről a lehetőségről, és nagyon örülünk neki, és szívesen kihasználjuk ezt a lehetőséget. Közel 700 regisztrált üzletben lehet kérni a készülékcserét. A hálózati képességeket magunk is ellenőrizhetjük, de szakértők is segítenek. A módosításhoz feltétel az is, hogy a készülékről minimum 2021. június 1-je óta indítani kellett egy hívást, SMS-t vagy bármilyen adatforgalmat kellett bonyolítani. Mind a lakossági kártyás, mind a számlás ügyfeleknek tudnak segíteni. Tudunk nekik ajánlani új készülékeket, mindenben tudunk segíteni bárkinek. Ezen a héten kezdődött még csak el ez a mobilcsere akció, és elég sok ügyfél érkezik, érdeklődik, hogy jogosultak-e. Úgyhogy reméljük, hogy sok olyan ügyfelünk lesz, akik élnek ezzel a lehetőséggel. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a netrefel.hu oldalon tette közzé a tudnivalókat a programról. Ennek célja, hogy mindenkinek biztosíthassák a lehetőséget, hogy 4G-s telefonjuk legyen. Várhatóan 2023 első felére már nem lesz elérhető a 3G Magyarországon. Ezzel szemben a 2G hálózat kivezetéséről nincs szó. A támogatást ezért elsősorban a 3G-s készülékek cseréjére lehet igényelni, de a kerettől függően a 2G-s telefonok is sorra kerülhetnek május 9-től. Van egy felső korlát az igénybe vehető készülékekkel kapcsolatban, ez 120 ezer forint. Tehát 120 ezer forintnál drágább készülék nem támogatható ebben a készülékcsere programban. Nem volt célunk, hogy a 3-400 ezer forintos luxus kategóriás készülékeket megtámogassuk 20 ezer forinttal. Ebben a kategóriában egyébként a 20 ezer forint nem is nyom olyan sokat tartatban, mi gondoljuk. De nagyon jó és funkcionálisan használható készülékeket lehet 40-50-60 ezer forintért kapni, amelyek 4G képesek, érdemes erről tájékozódni. A 3G-s hálózat kivezetésével a hanghívások nem lehetetlenülnek el, csak a mobil internetre nem tudnak csatlakozni. A mobil készülékcsere támogatási program július 17-éig, vagy a keret kimerüléséig tart. Akinek nincs lehetősége, vagy nehézséget okoz bejutni az üzletekbe, az meghatalmazással is igénybe veheti a támogatást. A hatóság az Innovációs és Technológiai Minisztériummal partnerségben valósítja meg a projektet.